Start! Starttal indult a nap harmadik futama, az a 2018-as segédhajtó kupa ötödik állomása. Hiba nélkül jött el az egész mezőn. Tartalosz az, aki elmegy vezetni, méghozzá Úrika M társaságában. Tartalosz Úrika M a sor végén két erősen favorizált ló, ügyes kell, valamint ultimate ugri, de hát nagyon meghúzta az elejét Tartalosz, aki mellé egyébként úgy látom, hogy Vandercsát próbál felzárkózni bent a falon, ott van közvetlenül mögöttük Úrika M. A vezető hármasnak pedig egy jó 10-15 méteres az előnye, perfekte, illetve az egyik nagy favorita a Vrangelemmel szemben. Usain Bolt, Solti, Geri mögöttük, picit kiszakadva Ultimate Ugri, valamint Ügyeske párosa. Továbbra is nagyon-nagyon jónak tűnik a tempó, talán irreálisnak és gyorsnak nevezhető. Vezet még mindig Tartalosz, Tartalosz mellé most kívülről felmegy Úrika M, mögöttük mindig nagyon közel van Vandercsát, viszont a többiek is szép lassan megkezdik a zárkózást, Perfect, valamint Vrangelem vezetésével. A középmezőny második felében Usain Bolt, mellette Solti, Geri ügyeske zárkózóban, Ultimate Ugri viszont még mindig a sor végén. Ami a favoritot Vrangelemet illeti, lassan-lassan megérkezik, bár most mintha ismét növelni az első három az előnyét a mezőnnyel szembe, belül Tartalosz, Tartalosz mellett pedig Úrika M-et láthatjuk, és Vandercsájt, aki folyamatosan második spurban megy, ennek ellenére nagyon jól tartja magát ott az élbolyba, és akkor, amikor az istálló egyenesben vagyunk, lassan-lassan zárkózhatnak a majd Vrangelemék is, a mezőny legvégéről ügyeske indul meg, és a harmadik spurt is fölvállalva az egyenesben tör egyre inkább előre. Nagyon gyorsan kezdtek a lovak, volt 10 töredék részidő is, és most, amikor a túlsó egyenesben vagyunk, azt láthatjuk, hogy Tartalosz ennek ellenére elő tud lenni. Most azonban jöhetnek a támadások elsősorban Úrika M részéről, illetőleg Vandercsájdot is kihúzta hajtója, és most már az érre ügetett, miközben ott van ügyeske is. Így van, most komoly változásokat hoz az utolsó 400 méter, Vandercsájt robbantott, és másodpercek alatt próbálja faképnél hagyni a társágot. Ez tulajdonképpen sikerül is neki, mert nem tud jönni sem Tartalosz, sem pedig Úrika M, Perfect is beragadt, Vrangelem, nem tudták lereagálni az ellenfelek ezt a robbantást. Talán egyedül ügyeske lehet majd az ellenfele Vandercsájtnak, akinek van egy jó 20 méteres előnye, és már az utolsó 200 méterét kezdi, többen próbálnak elindulni, talán az utolsó 100 méter lehet még egy picit szoros, de Vandercsájtnak nagyon-nagyon tetemes az előnye, Perfect bontakozik ki a háttérből, és megkezdi a zárkózást, de ebből már csak egy második helyre, Erdély Péterre, Vandercsájt a futam nyerője, Perfect a második, Solti Geri a harmadik, Vrangelem a favorit, csak a negyedik, ügyeske az ötödik.